Manapság meglepődünk, ha olyan céggel találkozunk, amely több mint 100 éve működik. Ez annak a jele, hogy valamit jól csinálnak, hosszú távú stabil kapcsolatokat alakítanak ki, és olyan létfontosságú dolgot nyújtanak, amelyre az embereknek folyamatosan szükségük van. Már egy 50 éve működő vállalat is sikeresnek számít, ugyanis kiállta az idő próbáját. Most képzeljünk el egy olyan szervezetet, amely már több száz éve létezik, és nem hogy túlélt, de kifejezetten virágzott, mindezt bármiféle reklám nélkül, és anélkül, hogy a bűnüldöző hatóságok állandóan a sarkukban loholtak volna. Hogyan képes ilyen sokáig fennmaradni egy cég vagy csoport? Nem egy Fortune 500 vállalatról, vagy valamiféle előkelő vidéki klubról beszélünk, hanem a kínai maffiáról, vagy más néven a kínai triádokról. A triádok generációk óta a felszín alatt az árnyékban rejtőzve lapulnak, és szó szerint dollármilliárdokat keresnek mindenféle változatos módon. Ma több pénzt kaszálnak, mint valaha, annak ellenére, hogy a tagok száma több okból is megcsappant. Hogyan tudtak a triádok ilyen sokáig fennmaradni? Egyszerű. Erőszakkal és ügyesen alkalmazkodva a jelenkorhoz, amelyben élnek. Napjainkban a kínai triádok több pénzt keresnek, mint amennyit el tudsz képzelni. Számos, különböző, diszkrét és veszélyes úton. A triádok a szerencsejátékon, a bérgyilkosságokon, a kábítószerkereskedelmen, az üzleti vállalkozások megadóztatásán, a védelmen és az embercsempészeten keresztül számos különféle pénztermelő vállalkozásban érintettek. Egy kicsit mindenből kiveszik a részük, és hatalmas, lenyűgöző módjuk révén megtanulták, hogy vegyenek részt a kínai élet szinte minden szegmensében. Nem könnyű megfejteni, hogyan indult a kínai maffia, mert őszintén szólva olyan régen történt, hogy a tények egy része az idő homályába vész. De a mai triádbandák szerint a kínai maffia egy olyan árulás miatt indult, amit soha nem lehet elfelejteni. A 17. században történt, amikor Kína a Qing dinasztia uralma alatt állt. A legenda szerint szerzetesek egy csoportja megpróbált segíteni a dinasztiának, hogy leverje az ellenelázadókat. De amikor a császár látta a szerzetesek erejét, el akarta pusztítani őket. A császárság győzelme után a szerzetesek ünnepelni mentek. Mire hazatértek, templomukat porig égette a hatalom, amelynek védelméért olyan keményen harcoltak. A legenda szerint akkor és ott megfogadták, hogy bosszút állnak. Dühükben és kétségbeesésükben megalapították a legelső triádot. Azért nevezték triádnak, mert három elemet egyesítettek benne, a földet, az eget és az embert. A következő években a csoport föld alatti mozgalommá vált, amelyre nagy hatással volt az okkultizmus, a számmisztika és más elemek. Meghúzódtak Kína árnyékában, és az ország egyik első számú titkos társaságává váltak a sok közül. Az erőszak a kezdetektől fogva szerves része volt a triádok minden tevékenységének. Megadóztatták a helyi vállalkozásokat, és amikor nem kapták meg a megfelelő összeget, kegyetlenül lecsaptak azokra, akik keresztbe tettek nekik. Az adókból származó bevételt fegyverekre és lőszerre költötték, kezdetben azzal a tervvel, hogy megdöntik a Qing dinasztia hatalmát, és visszaadják Kínát a népnek. De ahogy telt az idő, a hatalmi pozícióban lévők elhunytak, és új vezetők léptek a helyükre. A történet, ami úgy kezdődött, hogy megbuktatják a császárt, aki hátba szúrta őket, bűnözői vállalkozássá vált, amely szorosan kapcsolatban állt az aranybányászattal, a kalózkodással, a rabszolgakereskedelemmel, zsarolással és sok minden mással. Ekkor szűnt meg a triád egy hazafias, bosszúra szomjazó csoportként létezni és alakult át maffiává. Az ezt követő évtizedekben a triádok számos csoportra szakadtak, amelyek az egész szárazföldi Kínában elterjedtek. Ez az egyik oka annak, hogy ilyen sokáig jól működtek. Vannak olyan bűnszervezetek, amelyek központosítottak. Vegyük például az olasz maffiát, amelyet eredetileg 5 család alapított. A családok alá tartozó csoportok leszakadtak és saját szervezeteket alapítottak országszerte Olaszországban, majd azon túl is. A történelem során nagyon sokan lettek, lényegében mindannyian ahhoz az 5 családhoz köthetők, akik Olaszországban az egészet elkezdték. A triádok esetében ez nem így van. Mindannyian kapcsolatban állnak, mégsem tartoznak egyazon ernyő alá. Ugyanazokat az eszméket képviselik, és ugyanolyan bűncselekményeket követnek el, de képesek önállóan egymástól függetlenül helytállni. Mint mondtam, a triádok megalakulásuk óta számos bűncselekményben vettek részt, többek között kábítószercsempészetben. Amerikában a maffia az 1920-as években élte a fénykorát, a szesztilalom és az ebből fakadó szesztcsempészet miatt. A kínai maffia akkor virágzott fel igazán, amikor bekapcsolódott a kábítószer, különösen az ópiumcsempészetbe. A triádok sok éven át milliókat kerestek azzal, hogy föld alatti ópiumbarlangokat üzemeltettek, emellett pedig védelmet nyújtottak az üzleteknek, és részt vettek egyéb bűncselekményekben, köztük a gyilkosságokban is.
Az évek során a triádok nagy figyelmet kaptak, nem csak a büntetteik miatt, hanem a nagyon bonyolult struktúra miatt is, amelyhez tartják magukat. Persze a történelem során sok olyan bűnözői csoport létezett, amelyek kissé szélsőséges módon szerveződtek. De a triádok egy külön ligát képviselnek. Minden egyes triádon belül van egy piramisszerű hierarchia, amelyet szigorúan be kell tartani. Minden triád csoportnak van egy területi főnöke, aki körülbelül 15-20 embert irányít. Egy triád tagjává válni pedig nem könnyű. A beavatási szertartás finoman szólva is elég intenzív. Gondolkodj el azon, hogy vajon képes lennél erre. Ahhoz, hogy beavassanak egy triádba, tanulja kell lenned egy állat feláldozásának, majd meg kell innod az állat vérét a sajátoddal és egy kis borral együtt. Fincsi, nem? Ha taggá válsz, 36 hűségesküt kell tenned, amelynek mindegyike egy sárga papírdarabra van írva. Ezekben a fogadalmakban az áll, hogy a triádod testvériségét mindenek fölé helyezed, és mindig emlékezni fogsz arra, hogy az életedet a triád ügyének szenteled. A 36 fogadalom felolvasásának végén a rituálé részeként elégetik a papírokat. A triádok számos tagját nagyon gondosan készített, aprólékos és hatalmas tetoválások díszítik, amelyeken gyakran sárkányok, tigrisek, kígyók, lótuszvirágok és tőrök szerepelnek. Ezeknek a szimbólumoknak mindegyike mély jelentést hordoz, és komoly értéket képviselnek a triád közösségen belül. Egyúttal a tag mély hűségét és odaadását is jelzik a testvériség és a triád ügye iránt. Még ha nem is tudsz túl sokat a triádokról, valószínűleg arról már hallottál, hogy a kínai maffia csoportok hogyan büntetik azokat, akik megszegik a szabályokat. Hogy egyszerűen fogalmazzak, nem finomkodnak, ha fegyelmezésről van szó. Végső soron csak egyetlen igazi büntetés létezik. A halál. Ha tagként hátba szúrod vagy elárulod a triádokat, akkor valószínűleg halál vár rád. Minden triádnak van egy-egy tagja, akinek a feladata a büntetések kiosztása, kódnevükön a vörös pólusok. Ők pedig nem csak hogy végeznek veled, de a lehető legfájdalmasabb módon teszik azt. A triádok vörös pólusait a kínzás szörnyű művészetére képezték ki. A triádokat a közönséges influenzához hasonlították, mert könnyen elterjedtek az egész világon. Rövid idő alatt megerősödtek, átalakultak, megnőttek, és a világ minden szegletébe eljutottak. Ez tulajdonképpen egy monumentális változás miatt történt, amelyen Kína a 19. században ment keresztül. Amikor a kommunizmus beköszöntött az országba, Mao Tse-tung kőkemény kampányt indított azzal a céllal, hogy felszámolja az összes titkos társaságot Kínában. Ez azt jelentette, hogy az országban működő triádokat az állam ellenségének tekintették, és azonnal be kellett zárni, és ki kellett írtani őket. A hatalmas elnyomás miatt sokan elmenekültek Kínából. Nem csak a bűnbandáknak volt szükségük új lakóhelyre. Több millió kínai lakos menekült más országokba a kommunista párt üldözése elől. A kínai triádok az ország más részein tűzték ki a zászlójukat, és maguk mögött hagyták a szárazföldi Kínát. Abban az időben Hongkongot még Nagy-Britannia irányította, és a bandák tudták, hogy ott nagy sikereket érhetnek el. A triádok évekig özönlöttek Hongkongba, és becslések szerint az 1950-es években 300 ezer triád tagját ott. A triádok hatalma egyre csak nőtt, és közvetlenül a II. Világháború után minden hatodik Hongkongban élő ember egy triádbandához tartozott. És a bűnbandák az egész világon elterjedtek. Tajvanra, Dél-Kelet-Ázsiába költöztek, majd más országok kínai negyedeiben is lábat vetettek. A triádok még a legnagyobb, legnépszerűbb kínai negyedekben is jelen vannak Amerikában és azon túl is. Ha már Amerikánál járunk, a triádok aranyra leltek, amikor belekezdtek az embercsempészetbe. Az embercsempészetben rengeteg pénzt lehet keresni, és szó szerint több százezer ember vándorol keresztül a bolygón minden egyes évben. Nagyon sok ember vágyik Amerikába, az Egyesült Királyságba és más tehetős országokba. Sok szegény kínai állampolgár vágyik arra, hogy egy másik országba menjen, biztos munkát találjon, és azután pénzt küldjön haza és eltartsa családját. De ez nem olyan egyszerű, és sok akadály áll az útjukba. A triádok azonban át akarnak vágni a bürokrácia útvesztőin, és lehetővé teszik, hogy ezek az emberek otthonra találjanak külföldön. Mindezt az emberkereskedelem útján teszik. Röviden, a triádok embercsoportokat szerveznek össze, hatalmas hajókonténerekbe zsúfolják őket, majd kiküldik őket az általuk választott országba. Ez persze nem olcsó mulatság. Nem ritka, hogy a triádok akár 40 ezer dollárt is elkérnek egy amerikai útért, majd részesedést kapnak abból a pénzből, amit a kínai állampolgár keres, amikor új munkát talál az új országban. Az USA-ba csempészett kínaiak átlagos adósága körülbelül 50 ezer dollár.
nem fényűző munkát végeznek. Sokan dolgoznak ruhagyárakban, kínai éttermekben, kizsákmányoló üzemekben és veszélyes munkakörülmények között. Általában legalább heti 80 órát gürcölnek, és nagyon kicsi, kényelmetlen és veszélyes terekben élnek. És mi van akkor, ha abba hagyják a munkát, vagy nincs elég pénzük, hogy kifizessék a tartozásukat? A triádoknak nem okoz gondot bántani, vagy akár megölni őket, vagy családtagjaikat. Becslések szerint kínai bűnöző csoportok akár 400 ezer kínai embert is becsempésztek már az Egyesült Államokba. Csak Washington DC-ben több mint 400 éttermet hoztak összefüggésbe a triádokon keresztül történő embercsempészettel. A triádok most is élnek és virulnak. Nem csak emberkereskedelemmel keresik pénzüket, hanem heroint, MDMA-t, metamfetamint és más kábítószereket is árulnak, pénzért embereket gyilkolnak, kalóztermékeket árulnak és még sorolhatnánk. A triádok föld alatti hazafias mozgalomként indultak, amelyet azért hoztak létre, hogy bosszút álljanak a kormányon, amely megpróbálta eltiporni őket. De idővel átalakultak és alkalmazkodtak. A triádok hatalmas vagyonra tettek szert illegális tevékenységekből, beleértve a gyilkosságokat és a kábítószer kereskedelmet. Minden egyes csoportot vasszigorral vezettek, szigorú szabályokat alkotva és érvényesítve, és még szigorúbb büntetéseket szabtak ki azokra, akik megszegték őket. A történelem során szinte minden nagyobb országban léteztek már maffiák, de kevésnek volt olyan tartós hatalma, hatása és öröksége, mint a kínai triádoknak. Szinte minden túléltek, és továbbra is a világ egyik legerősebb és legveszélyesebb bűnözői erői közé tartoznak.